Az ezüst is szépen csillog, tartja egy mondás, amivel a sportolók egy része egyetért, másik részük pedig nem. Barna Bianca az előbbiek közé tartozik, a nyíregyházi úszó büszke arra, hogy a 400-as vegyesváltó tagjaként második lett a romániai junior Európa-bajnokságon. Otopeniben 39 nemzet versenyzői álltak rajtkőre. Az éremtáblázat élén 6 arany, 5 ezüst és 3 bronzéremmel a 26 úszót számláló magyar válogatott végzett. Urbin Tamás tanítványa a váltó mellett 50, 100 és 200 mellen is megmérettette magát. Mindenképpen szerettem volna az egyéni számukban közép döntőbe jutni, vagy akár a döntőig is. Az utóbbi sajnos nem sikerült, mivel az egyéni számok nem úgy sikerültek, ahogy ezt én terveztem. Pedig nagyon jó formában érkeztünk erre a versenyre, viszont a váltóra nagyon jól sikerült a szereplésem, és ennek nagyon örülök, hogy így ennek a csapatnak a tagja tudtam lenni. Urbin Tamás az ezüstérem mellett annak is örült, hogy tanítványa a számára csalódást okozó egyéni szereplés után a váltóban kihozta magából a maximumot. Mivel első éves, tehát első főversenye volt, illetve első világversenyét mondhatjuk, és itt is a fiatalabbak között számít, én meg voltam elégedve az eredménnyel. Némi egyéni számban egy bizonytalanságot éreztem, a versenynyomása, pszichés problémák, de a váltóra és az utolsó napra ezt le tudtuk vetkőzni, és extra teljesítmény nyújtott, és a váltó is csak hajszála maradt le az Európa-bajnoki címről. Ő még abban a korban van, és olyan lendületben van, hogy ez versenyről versenyre javulni fog. Biancának nagyon sok fejleszteni való van, technikailag, illetve erőlétileg, főleg a karban és válban, a mellúszásnál, aminál a súlyozottan fontos lehet, de nagyon sok fejleszthetőség van, nagyon sok jövőkép van benne, és a mellúszó mezőnyben is, én azt mondom, bár ő első éves ifi, hogy nyugodtan lehet az oroszlán bajszát cibálni, és a felnőttek között is kipróbálni magát. Előtte azonban még saját korosztályában versenyez Bianca. Augusztus 30-a és szeptember 4-e között a perui Limában rendezik meg a junior világbajnokságot, és a 16 fő számláló magyar csapatban ott lesz a nyíregyházi versenyző is. Szövetségi kapitány úrral egyeztettünk. Nekem az volt a legnagyobb kérdés, hogy hány napos a verseny és milyen hosszú. Sajnos ez is 6 napra sikeredett, és annyiban változott a program, hogy a 200 méter mell az a váltó napján van. Úgyhogy úgy egyeztünk meg, hogy a világbajnokságon az 50 és a 100 méter mellett, illetve a váltót fogja úszni, hiszen a váltó itt is nagyon jó eséllyel indul. A 200 métert most egy hanyagoljuk. Ez edzés szempontjából annyit eredményez, hogy az 50-re 100-ra talán még jobban fönn lehet tartani ezt a formát, és hát az augusztus szinte végig kell dolgozni. Ugye augusztus 30-án van az első nap, szeptember 4-ig tart a verseny, de jóval előtte egy akklimatizálódás, aki utazik a csapat, hiszen hát itt 6-8 órás időátolódásról beszélünk. A fiatal úszónő bízik abban, hogy az Európa-bajnokság tapasztalataival a háta mögött eredményesen szerepel majd Dél-Amerikában. Mindenképpen úgy érkezek arra a versenyre, hogy az egyéni legjobbaimat meg szeretném majd úszni, illetve a váltóval is ugyanígy egy döntőt, vagy akár egy érmes helyezést is összehozni. Az egyéni csúcsokat remélem sikerül majd megjavítanom. Urbin Tamás az Európa-bajnokságon ott volt tanítványa mellett, az viszont, hogy ott lehet-e a szakember a világbajnokságon is, csak augusztusban dől majd el.